kertbe voltam, tehát most mondulok, eljöttem, mert gyomláltam egy kicsit. Hova indult meg? Jablankájék, mit esélyem. És akkor valami bipeim vannak, mondta, hogy kell, sűrű, kérdezem meg, hogy kell-e, hogy nem kell-e, hanem adom meg. Tetszettél akkor, amit mondtak, az esküvő? Nagyon. Tetszett? Úgy, annyit dicsértük ma is. Ha mi dicsértek? Azért olyan jó kedvű volt, és olyan boldognak tűntek, és olyan fáj. Pedig olyan ideges voltam végig. Igen. Hát ideges voltam. De aztán jó tettél az éjje. Igen, igen. Ja, Isten áldja, Péter apu! Isten megáldja! Zavarjuk-e? Nem ismerj meg ezt. Nem vagyok jó. Megmutassa nekünk a műhelyt, a Kovács műhelyt. Na, vagy... Írtak a leányai az újságba. Megköszönték, hogy... Megvan az újság nálam. Igen. Mondja meg, hogy köszönöm szépen a kedves szavakat. Adtunk a télen, a Unitárius Egyháznak van egy gondviselés segélyszervezet. Igen, igen. És volt az a csomagosztás. Péter apu is kapott egy ilyen csomagot. Igen. És a leányai az újságba megköszönték az Unitárius Egyháznak. A kisömös műtős egyházat illető köszönet, hogy a nagytatáiknak, az édesapjuknak, amilyen öreg. Hát már 2 évig üttem valakra kista. És itt le van már gyengülve. 15 évet ott győdöttem bél hüllén előtt. Ha kívánja tisztelős úrnak, még egy párra lyukasztó tudna csinálni hidegvágót. Nagyon szépen megköszönném. Hátra föl tudja használni valamire. Köszönöm szépen. Csináljon. Csinálok tisztelős. Ne felejts el. Valahogy még annyira hátra felerősödök, hogy megcsinálok. Köszönöm szépen! 72 éves vagyok ma. Hát mi fiatal ember? Jó, hogy Isten is. Péter apu 97 éves. Na, 96-ban. Hatok te? Hatok jövő hónapban Péter bánok. Ő tudja, Péter tudja. 9. Egyet tévedtem. Nem tévedett nagyon tiszteletet, mert ez így van. Hát egyébként hatott, no, hogy helyt belépik, jól mondta. 96-ot egyébként. De jó bírja még magát azért. Közben, hogy megfutamodik? Meg. El volt törve a lábad. Nehezen megindulsz, aztán megfutamodik. De el volt törve a lábad, akkor mind bottal jár. Most a vizet úgy felviszi a kútról onnan a terbe, hogy nem is kell. De volt. Már kétszer volt a lába eltörve, de még nem volt gicbe téve. Ő magának lapuckába béköttes kész. Igen? Úgy jó. Nem ilyen. Ülj, mert szépek. Olyan még darab hús volna, még mikor... Tudja, ki szereti ezt? A tiszteletes asszon szereti. De ebből én ültettem, jó? Mind ilyet ültettem. Nagyon szépen köszönöm. Mi a fosztoljuk, ha ő mondják itt? Ez még mi? Hagyszem, én nem szeretem. A pirosat nyílik egyik, a másik felé. Tudja, ki szeretem? Én sem szeretem. Szereti, tisztelés asszony szereti. Szereti? Meg van a fuszulyka leves főzve, akkor a vegyes sem van, akkor nagy szemüveget ő vesz át. Nagy múlatásról tiszteletes, hogy hallik a hangja. Igen. Igen. De még ilyen nem volt, hogy a papit esküdött meg? Hát ilyen nem. Ilyen a faluban nem. Ilyen nem. Ugye a másik, amelyik elment Szentebrára, annak a felesége ide való volt, aztán azért volt itt az esküvő. Volt meg itt papi esküvő. Igen, igen. Csak az, hogy azért volt itt, a felesége helyben is akkor. Innen származott. De úgyhogy mind a ketten máshonnan valók vagyunk, mégis itt házasodtunk össze. Thank you.
legyen velünk, kísérjen áldása, már nagy útra megyünk. Szorongás fogja azért a keblemet, mert nem tréfajáték ám a házas élet. Eddig csak volt, aki rólunk gondoskodjott, de most már ránk hárul ez a gond, úgy tudom. Kérlek, ne hagyja alá küzdelni sorsomban, jóságoddal segíts aj mellém dolgomba. Ma térjél értem egy más útra, vagy békés örömre, vagy szomorú búra. Azért olkodom, ne hagyjál így velem, így nem érhet soha semmi vetezelet. Ott, hogy boldog legyen az én házas éltem, én édes Jézusom maradja útig véglem. Bocsássatok meg, hát édes jó szüleim. Ó, szíján nézek az élet mezeim, búcsúszom először kihez intézhetném. Már az édesapám nekem már nem élt, testen nyugszik sírbas lelk az Istenné. Hol vagy édesapám, nyugodja csendesen, nem vettél te részt az én mennyegzőmöt. Átöltöztem én most főleg én ruhába, megyek itt vemessemmel az úrnak házába. Nem hiszem, hogy ettől... Ha nem lesz, akkor biztos, akkor többet nem is kérek én. Nekem nincs. Viszont biztos többet nincs. Ez jó. Ez. Hallom, megmerik a csókon egyik a mást, akkor biztos. Most csinálta a kásőbben. Jaj, nagyon-nagyon szép volt. Ugye amikor, hogy hívják az a, no, hogy kell mondani, az a szószóló. Szószóló. Az varon, amik volt. Szószóló, igen. Ugye milyen szépen az, ugye elmondta, hogy a tiszteletes úrnak az apja, hogy... nem ír. Nem érte, nem vagy a... Életrajzából. Hát erős, nagyon szép volt, nagyon szép volt az is. Nagyon szép volt. Hát végig ott voltunk a gyermekekkel. Én nem tudom, már sokat néz, láttam. Én arra emlékszek, hogy amikor gratuláltak a kocotak a kis römösiek, de hogy ki hol állt, hogy... Hát el is volt a foglalkozás. Nem tudtam, én nem tudtam, hogy én hol állok. Hát, hogy a zinget kicsináltad egy nem... Régi módias. Régi módias. Zinget. Az inget Máté Vita csinálta. Pont, hogy mondta, hogy ez itt. Isten áldja meg! Meghallotta, hogy beszélgetünk, fogadjuk. Nem ismertem meg a tiszteletes úr. Háttal álltam. Azért jöttem, hogy lássam, hogy igazat látok én, hogy a tiszteletes úr. Ha már más lettem, azt mondták a faluban, meg vagyok. Változom, a mától már ember vagyok. Igen. A diasztalán nem vagyok ember. Nem vagy legény Berci. Nem vagy legény Berci. Már többen elbeszéltünk, hogy amikor mondta, hogy hát Lóránt meg Csilla, hogy tánc közben ismergettek meg. Ez így van, ez az élet. Jó, de az így van, hát így volt. Én is csak a falváról jöttem, Sormosba. Így volt ez. Nem tánc közben ismerkedtek meg, csak bálba. Akkor bálba, igazán bálba. Tánc közben. Tánc közben, igaz. Mire jó a tánc? Tánc közben volt az is. Nem csak napjaikban, hanem régen is. Az öregek táncba énekelték bánatukat. Énekekbe foglalták örömüket, beletáncolták a népdalokba, a néptáncokba, az élet és a mindennapi ritmusát. Mert a házas élet egy életre szóló tánc. Nem könnyű dolog, nem könnyű dolog, de hogy ezt megvalósítsátok, egymás iránti szeretetre és odafigyelésre van szükségetek. Házas életetek során is egymásra kell figyelnetek. A szeretet tükrében kell egymásra nézzetek és egymást megtaláljátok. Mert a szeretet nem más, mint cselekvő törődés. Egyszer nélkül, hiszen is őrözött többet kell ennél. Imam héten volt minden este, de... Van még ilyen eset, nagy tartottam, hogy... Többször megnősülnek.
Az elej volt. Történik valami, az összejövetel, valami hibor. Úgy kell csinálni, hogy a nev is, a férfi is, ha már összeházasodtak, elégítenek. Ez a valóság. Ott van mellette Csillag, aki a békés, csendes, családi otthon és békességre vágyik. A családi otthon és békesség megteremtője. Kedves Csillam, Loránt lesz az, aki megadhatja számodra azt a lehetőséget, hogy megtapasztald a világ zsongását, az emberek sokszínűségét. Loránt pedig Csilla lesz az, aki, amikor arra vágysz, megadja számodra az otthon melegét, nyugodtságát, ahol megpihenhetsz. Én, Tőkés Loránt, esküszöm, az egy örök igaz Istenre, hogy Dénes Csillát, kinek jobb kezét jobb kezemben tartom, mint törvényes hitvestársamat, hű és igaz szeretettel, kívánom boldogítani. Őt sem egészségben, sem betegségben, sem boldogtalan állapotában, hűtlenül el nem hagyom. Vele élek, örvendek, tűrök és szenvedek, holtomiglan, vagy holtáiglan. Isten engem úgy segéljen. A hit aranylánca, hogy összekötte, Isten áldását kérem az ég életükre. Jó Isten éltessék! Gratulálunk! Sikerült, nem? Nem tudom, vészmutató.